drága lesz, akár 30-40%-kal is többe kerülhet idén a magyar dinnye az emelkedő költségek miatt. Tűz a szeméttelepen, zöld hulladék öngyulladása okozta a lángokat, milliós akár. Különlegesség, fehér farkas hármasiknek születtek a nyíregyházi állatparkban. Bár még nem indult meg a hazai dinnye szezon, a termelők jelentős drágulással kalkulálnak a piacon. Úgy számolnak, hogy akár 30-40%-kal is többe kerülhet idén a magyar dinnye. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió híradója. Tavaly nagy mennyiség maradt a földeken a dinnyéből, amit nem szedtek le, inkább betárcsáztak. Idén jelentősen nőtt a bér és az anyagköltség, ez drágítja az édes zöldséget. A magas ár miatt viszont csökkenhet a kereslet, így újabb veszteséget kénytelenek elkönyvelni a termelők. Félbevágott marokkói görög dinnye és fúliában termelt magyar sárga dinnye várja a vásárlókat ennél a standnál Nyíregyházán. Most még aranyárban mérik kilóját, de vajon mire számíthatunk júniustól a hazai dinnye szezon kezdetekor? A tavalyi évben rekordvesztességgel zárták az évet a dinnye termelők, több tízezer tonna eladatlan dinnye maradt kint a magyar földeken, sokan egyszerűen betárcsázták a termést. Ez pedig már Kótai János őstermelő, napkor határában lévő földje, ahol épp egy forgószél tépkedi fel a gondosan lefúliázott, csepegtetőrendszerrel táplált palántákat. Kótai János 26 hektáron foglalkozik dinnyetermeléssel, a tavalyi év számára is veszteséges volt. Nekünk is sajnos mintegy 10-15 vagon görög dinnye, mintegy 1500-2000 mázsa kimaradt a területen és becsásárzásra került, sajnos vissza kellett rakni a talajba, mert nem tudtuk értékesíteni. De nagyra nőtt a dinnye, és a belföldi értékesítési piac teljes mértékben megállt. Az őstermelő számos kollégájához hasonlóan szintén nagy mértékben csökkentette a termelést, mivel korábban 80-100 hektáron is termeltek görögdinnyét. Viszont a tavalyi veszteségek és az idei bekerülési ár növekedése miatt ő is emelni szeretne. Egyes jóslatok szerint idén akár 30-40%-kal is nőhet a dinnye kilónkénti ára. Ezzel százalék, hogy áremelkedésnek kell, hogy legyen, mert sajnos az input anyagköltség, illetve a palánköltség, napszámos költség majdnem minden a duplájára emelkedett. A műtrágyának az értékesítés ára a tavalyihoz képest a háromszorosára emelkedett. Tehát, hogyha az idén is nem tudunk normális értékesítést végezni, akkor sajnos a görög dinnye termelésre fogjuk hagyni. Így is nagy mértékben csökkentettük már a területet. A napszámosok minimum órabére az őstermelő szerint legalább 1500 forint. Ez alatti összeg esetén, ahogy fogalmazott, fel sem kelnek a munkások. A baj csak az, hogy nincs elég mezőgazdasági munkás. Fürr Balázs értékesítési szakember azt mondta, Magyarország összes termőterülete évről évre csökken, illetve egyre több gyümölcstermesztő áll át gabonatermesztésre. Noha a magyar dinnyére komoly érdeklődés van a nemzetközi piacon is. A magyar dinnyének a legnagyobb konkurenciája az exportpiacokon, az olasz dinnye, de ugyanakkor konkurencia a bolgár, a román, a görög, de Magyarországnak a legfőbb exportpiacai a Szlovákia, Csehország, Lengyelország. Magyarországnak minden esélye megvan arra, hogy ezeket az exportpiacokat, ahol egyébként Magyarország korábban vezető beszállító, görögdinnye beszállító volt, ezeket visszanyerje. A szakember szerint ahhoz, hogy egységes, jó minőségű árualappal tudjanak a magyar termelők megjelenni a piacokon, korszerű technológiára van szükség. Mint mondta, ma már nem lehet egyszerűen a természetre bízni a termés alakulását, mivel az nem kiszámítható árut eredményez, és csak a jó minőségű görögdinnyére van vásárlói igény. Megkezdi a földi szúnyoggyérítés csütörtökön Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a katasztrófavédelem. 128 településen indul a védekezés. Napnyugta után kezdik meg az írtást. Bár a szer az emberekre nem veszélyes, érdemes az esti órákban zárva tartani az ajtókat és ablakokat. Több mint 200 kilométer hosszúságban kanyarog a Tisza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem csak a megye lakossága, de a szúnyogok is örülnek ennek. Szaporodásukhoz ugyanis szükség van a vízre. Az országnak ennek a régióját lakják az egyik legsűrűbben a vérszívók. Nem véletlen tehát, hogy ezen a héten rendkívüli szúnyoggyérítési akció veszi kezdetét. Hét megyében összesen 252 településen írtják a rovarokat, de a települések nagyjából fele Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található.
Maga a gyérítés az 25-én, azaz a ma esti órákban kezdődik. Itt több olyan vízparti település érintett, amely a Tisza mentén húzódik, majd 26-án és 27-én vannak beütemezve további települések. Ezek az eljárások viszont már úgynevezett földi kémiai módszerrel történnek, azaz már a lakott terület belterületén is úgynevezett melegködi, illetve UV-s eljárás keretében teherautóról permetezik ki a szúnyog gyérítésre alkalmas szert. Száraz időjárás esetén Nyíregyházán erre csütörtök este és az éjszakai órákban kerül sor. A teherautó tartályaiból kipermetezett szer emberekre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A katasztrófa védelem ennek ellenére is azt javasolja, hogy aki teheti, takarja le az udvarokon tárolt eszközöket, gyermekjátékokat, élelmiszereket és ruhákat. A kezelés ideje alatt pedig érdemes az ajtókat és ablakokat zárva tartani. Nem ez lesz az egyetlen gyérítési folyamat, főleg a vízparti területeken lehet még rá számítani a nyár folyamán. Amikor tartós esőzés, nagyobb csapadék jön, illetve felmelegedés utána, akkor nagyobb számban megjelennek maguk a csípőszúnyogok. Maga a kivitelezést is befolyásolhatja az időjárás. Hogyha a kivitelezés napján erős szél vagy erős csapadék van, akkor nyilván nem lehet a kivitelezést elvégezni, ilyenkor mindig a következő nap a pótnak. Ha akkor is sem teszi az időjárás lehetővé, akkor pedig a következő heti ütemterve kerül át maga a településcsoport. Éppen ezért nyilván több alkalommal is van, ahova vissza kell térni, ez az elmúlt évek tapasztalata, így nyilván válható az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye olyan településein, ahol magasabb számban jelenik meg a csípőszúnyogok, a kifejlett szúnyogok, ott nyilván lesznek beavatkozások. Fontos tudni, hogy a háztartások odafigyelésén is múlik a szúnyogok szaporodása. Tipikus például, hogy amikor eső után még napokig ott marad a víz a vödrökben, cserepekben, azokban nagyon gyorsan kifejlődnek a szúnyoglárvák. Ha kiöntik ezeket, már kevesebb lesz a vérszívó a ház körül. Aki pedig gyűjti a csapadékvizet, azoknak érdemes szúnyoghálóval fedni az erre a célra kialakított tartályokat. Zöld hulladék öngyulladása okozta a tüzet kedden délután az orosi hulladék lerakóban. Személysérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A leégett betontároló helyreállítása 5-10 millió forintjába kerül a szolgáltatónak. Kedden délután készült ez a nézői felvétel a 403-as főút mentén lévő regionális hulladékkezelő központ mellett. 8 járművel 30 tűzoltó érkezett Nyíregyházáról, Nyírbátorból, Hajdunánásról és Ibrányból a helyszínre, hogy megfékezze a közel 250 négyzetméteren tomboló lángokat. Ezek a felvételek már szerda délután készültek. Jól láthatóan a kupacok alján még égett a szemét, amelyet folyamatosan három autóból több vízsugárral ártalmatlanítottak a szakemberek. Körülbelül olyan 50 tonna lomtalanításból származó hulladék a ipari kameráink felvételei szerint öngyulladás folytán begyulladt. Pillanatok alatt elterjedt a tűz a teljes hulladék kupacra, és gyakorlatilag azóta is ég, ahogy lehet látni a kollégák a utómunkálatokat végzik, kanalanként bontják meg a hulladék kupacot, amit a tűzoltók vízzel locsolnak. Nagyon bízom benne, hogy rövidesen sikerül beoltani a tüzet. Sajnos ugye a szagán is érezhető jelentős mennyiségű műanyag, kezelt fa volt benne, kétségtelenül ez némi levegőszennyezést okoz. Tegnap kint volt a katasztrófa védelemnek a mérőautója, állításuk szerint ártalmas, egészségre ártalmas koncentrációt nem mértek a levegőben. Az orosi hulladék lerakóban éjjel-nappali szolgálat működik, ahogy észlelték a füstöt, azonnal riasztották a szakembereket, akik 20 percen belül a helyszínen voltak. Személysérülés nem történt, és az anyagi kár 10 millió forint körüli. Mindössze, hiszen 2017-ben már volt itt egy hasonló tűzeset, akkor a teljes gépparkot kár érte több 100 millió forint értékben. Ami a fő problémánk, és az elmúlt egy-két évben probléma, jelenleg Magyarországon nem lehet hulladékkezelő létesítményre biztosítást kötni, biztosítók nem vállalnak ilyen kockázatot. Tehát ha úgymond nem lett volna ilyen szerencsénk, akkor most komoly kárral szembesülnénk. Ahogy mondom, a gépünk nem sérült, tehát nincsen sem anyagi, sem egészségben okozott kár. Valószínűleg öngyulladás okozta a tüzet, a szakemberek szerint azonban akár egy lítium-ion akkumulátor is előidézhet hasonló esetet.
A lomtalanításból összegyűjtött hulladék kupacban gumiabroncsot, műanyag széket is láttunk, de a szeméthalomban veszélyes hulladéknak minősülő hajfesték is volt. Sarki, fehér farkas, hármas ikrek születtek a Nyíregyházi állatparkban. Az Észak-Amerika sarkörön túli területein őshonos állat a világ egyik legnagyobb testű farkasa. A kölykök szerdán átestek életük első orvosi vizsgálatán is. Páratlan felvételek a Nyíregyházi állatparkból. A képeken az látszik, hogy a sarki farkas mama hogyan gondozza kölykeit a maga készítette kotorékban. A gondozók így folyamatosan végig tudják kísérni a kicsik fejlődését. Nemrég érkezett ez a sarki farkas tenyészpár, belga anyuka és cseh apukának az utódairól van szó. Azonnal egy hullámhosszon voltak, és most már 63 napi vemhesség után világra is jött első szerelmük gyümölcse. Alapvetően ez a faj, ez az alfaj Észak-Amerika olyan területein él, ahol sarköri viszonyok uralkodnak. Éppen ezért jellemző erre az alfajra, hogy hatalmas méretű és fehér színűek, de csak is a felnőtt állatok, tehát az apróságok még rejtő színnel szőrzett rendelkeznek. A három csöpség most még ebben a teljes ládában is kényelmesen elfér. Életük első állatorvosi vizsgálatára hozták ki őket a szakemberek. A farkaskölykök most 17 naposak. Hát egy általános állapotfelmérés történt, megmértük a súlyukat, ellenőriztük a fejlettségi állapotokat, illetve féreghajtópasztát kaptak, valamint megkapták az első vakcinájukat, illetve egyedi azonosítókat. A hármas ikrekből egy kölyök nőstény. A kicsik szeme már kinyílt, és hamarosan kúszás helyett járni is képesek lesznek. A kicsik nyilván még anyatejjel táplálkoznak, körülbelül 6-7-es korukig ez így fog történni, azután pedig folyamatosan fognak átszokni a szilárd takarmányra, nyilván ez farkas esetében a hús. Viszont lesz egy átmeneti időszak, mikor az anyaállat a felőkrendezett hússal fogja őket etetni. A sarki farkas az Észak-Amerika sarkkörön túli területein honos állat. Tundrán él kisebb családi közösségekben. Télen esetenként a családok nagyobb hordákba verődnek. Világhírű kórusok érkeznek idén a 14. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Az eseményt legutóbb 2018-ban rendezték meg Nyíregyházán. A Cantemus Kórus 1996 óta két évente szervezi meg a fesztivált és az azt kísérő karvezetői mesterkurzust. Idén többek között Észtországból, Spanyolországból és az Egyesült Államokból is érkeznek együttesek. A világjárvány előtti 2018-as felvételek a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. A Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválra akkor több ázsiai ország mellett Dél-Afrikából is érkeztek énekkarok. A 2020-as online program sorozat után idén augusztusban ismét vendégeket fogadnak Nyíregyházán. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, többek között Észtországból, Spanyolországból, Olaszországból és Törökországból is érkeznek világversenygyőztes együttesek. Tulajdonképpen nagyon nagy változás így nincsen, a külső szemlélő nem fog tapasztalni, mert 10 énekkar érkezik, főleg Európából, de az Amerikai Egyesült Államokból is jön egy kórus, és itt vannak a mi helyi vendéglátó énekkaraink, tehát összesen 16 énekkar fog megmutatkozni a fesztivál során. Ez nagyjából ugyanaz a szám, mint ahogy az elmúlt években tapasztalhatták a nyíregyháziak. A koncertek mennyisége sem változik, a minősége feltehetőleg javulni fog. Tehát elképzelhető, hogy tényleg magasabb színvonalú produkciókat hallunk majd. Ugye itt most nem önkéntes alapon jelentkeztek a kórusok, hanem célzottan tényleg a legjobbakat hívtuk, úgyhogy szerintem ebből a szempontból még izgalmasabb lesz. A Cantemus 1996 óta két évente rendez kórusfesztivált és karvezetői mesterkurzust. A mára nemzetközileg is elismert rendezvény sikeréhez a nyíregyháziak és a megyében élők is nagyban hozzájárulnak. A város vezetésnek az kiemelten fontos, hogy egy ilyen nemzetközi hírű, jól megalapozott zenei műhely, mint ami itt van a Kodály Zoltán általános iskolában, az permanensen menjen mindenfajta problémák mellett ellenére, elsősorban a Covid járványra és annak a hatásaira gondolok, ami ugye a bezártságot eredményezte egy
időben, egy olyan műfajban, ahol az élő gyakorlások, a próbák azok nem hiszem, hogy helyettesíthetőek, és a város ezt rendszeresen külön is dotálja. 6 millió forintot adunk minden évben, nyilván más támogatások mellett a Cantemus kórusnak, hogy ezt a fesztivált ezt meg tudja rendezni, hiszen Nyíregyháza városának a nagy rendezvényei között szerepel. Az idei fesztivál rendhagyó, hiszen a résztvevő kórusok nem versenyeznek majd. A hagyományokhoz híven azonban lesz folklórest a Kossuth téren, és az augusztus 20-ai gálakoncert sem marad el. A közönség augusztus 16-a és 21-e között Nyíregyházán kívül Vállajon, Tiszadadán, Nyírbátorban, Tokajban, Gávavencsellőn és Kálósemjénben is hallhatja a nemzetközileg elismert együtteseket. A koncertek nagy része ingyenes, a korlátozott férőhelyes helyszíneken azonban jegy, illetve bérlet szükséges. A fesztiválhoz kapcsolódó karvezetői mesterkurzusra számos növendék vagy kezdő karvezető érkezik. A résztvevők záró hangversenyét augusztus 21-én rendezik meg a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Hármas karambol történt kedden délután Nyíregyházán. A Simai út és a Tó utca kereszteződésében ütközött össze két kis teherautó és egy személyautó. Az első információk szerint kanyarodás közben történt a karambol. Személysérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A helyszínelés idejére korlátozta a forgalmat a rendőrség. A 10. helyen fejezte be a bajnokságot a Nyíregyháza Spartacus. Feckó Tamás együttese 13 győzelem mellett 11 döntetlent játszott, és 14-szer szenvedett vereséget. A Spari változatlan szakmai stábbal június 20-án kezdi el a felkészülést a következő idényre. A tabella 9. helyén kezdte a tavaszi szezont a Spari azzal a céllal, hogy jelentősen előre lépjen a bajnokság végére. Az első 8 fordulóban gyűjtögette is a pontokat a csapat, a márciusi válogatott szünet előtt az 5. helyen állt a Nyíregyháza. A hátralévő 10 meccsen viszont már csak egyszer győzött Feszkó Tamás együttese, amely így záráskor negatív mérleggel és negatív gólkülönbséggel a 10. helyet foglalt el a táblázaton. A bajnokság első felében azokkal a csapatokkal találkoztunk túlnyomó részt, akik a feljutásért küzdöttek. Ugye két legjobb mérkőzésünk pont a Diózsor és a Kecskemét ellen volt. A második részben pedig azok a csapatokkal találkoztunk, akik inkább a bemaradásért küzdöttek, akik ugye inkább mélyen védekeztek. És sajnos a játékos állományban nem voltak olyan kreatív játékosok, akik a mélyen tömörülő védekező csapatokat fel tudják törni. Ha pedig feltörtük őket, akkor ezek a helyzetek rendszerint kimaradtak. Úgyhogy még azok a csapatok, akik a élbolyhoz tartoztak, azért ellenük többször azért a középső zónába védekeztünk, és a bol kontrából alakítottunk a helyzeteket, tehát ez nagyon befolyásolta az eredményességünket. Az NB1-be a Vasas és a Kecskemét jutott fel, a Szolnok, a Budaörs és a harmadik kerületi tévéje pedig kiesett az NB2-ből. A Sparinál marad a szakmai stáb, 8 játékosnak viszont lejárt a szerződése. Velük tárgyal a folytatásról a klub, amelynek vezetése meg akarja erősíteni a keretet. 3 típusú játékost keresünk, ugye kimondottam mind posztokra. Hát nagyon fontos, hogy legyenek olyan fiatal játékosaink, akikben van tűz, van motiváció, és el akarnak megérni valamit, és a pályafutásuk elején járnak, és szükségük van egy olyan csapatra, ahol komoly célok vannak. Kellenek azok a rutinos játékosok, akire a fiatalok fel tudnak nézni, tehát akik már több NB1-es mérkőzésre rendelkeznek, és igenis ki kell mondani, hogy 30 felett vannak, de tudnak még segíteni. Ez több okból is fontosak, mert vannak olyan mérkőzésnek olyan időpontjai, amikor lehet, hogy pont ők tudják kihúzni a csapat szekerét a gödörből, valamint a fiatal játékosok tudnak tőlük tanulni mind edzésen, mind mérkőzéseken, tehát testközelből látják azt, hogy milyen egy harcedzett játékos, valamint az a 25-29 közti korosztály is nagyon fontos lenne, ami kevés volt az öltözőben, hiszen minden csapatnak a gerincét ezek a játékosok adják, és meghatározóknak kell lenni, akikre lehet építeni. A Spari játékosai a szabadság után június 20-án találkoznak. A következő idényben is marad a három laki élet, azaz a Volán pálya és az Örökösföldi pálya lesz a felkészülés helyszíne, hazai meccseit pedig továbbra is idegenben játsza majd a csapat. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Bár még nem indult meg a hazai dinnye szezon, a termelők jelentős drágulással kalkulálnak a piacon. Úgy számolnak, hogy akár 30-40%-kal is többe kerülhet idén a magyar dinnye. Tavaly nagy mennyiség maradt a földeken a dinnyéből, amit nem szedtek le, inkább betárcsáztak. Idén jelentősen nőtt a bér és az anyagköltség, ez drágítja az édes zöldséget. A magas ár miatt viszont csökkenhet a kereslet, így újabb veszteséget kénytelenek elkönyvelni a termelők. Zöld hulladék öngyulladása okozta a tüzet kedden délután az orosi hulladéklerakóban. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A leégett betontároló helyreállítása 5-10 millió forintjába kerül a szolgáltatónak. Sarki, fehér farkas, hármasikrek születtek a Nyíregyházi állatparkban. Az Észak-Amerika sarkörön túli területein őshonos állat a világ egyik legnagyobb testű farkasa. A kölykök szerdán átestek életük első orvosi vizsgálatán is. Önök május 25-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra. Ha kíváncsiak a most elhangzott tudósításokra, immár a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Szerdán éjszaka borult, csapadékos időre lehet számítani, a hőmérséklet 16-20 fok között alakul. Csütörtökön napközben borult idő valószínű, eső nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű. A hét további részében napsütésre és esőre egyaránt lehet számítani, 25 fok feletti hőmérsékletekkel.